Három ütembe fogják egyébként csinálni, hogy a római városrész fejlesztéséről készült tervrajzot nézi Cserny Béla önkormányzati képviselő. Az elmúlt napokban adták át a területet, hogy a gázvezeték rekonstrukciós munkálatait elvégezhessék. A keddi bejárás során a szakemberek egyeztettek és végig is járták a helyszínt, ahol a gázvezetékek cseréjét fogják végezni. Erre azért volt szükség, mert a városrészben már elavultak a csövek, amiket a mostani rehabilitáció során korszerű műanyag csövekre cserélnek majd. Az önkormányzati képviselő a lakosság türelmét kéri a munkálatok idejére. Bízunk benne, hogy ez a gázvezeték, alapvezeték csere, ez nem fogja túlzottan az ő életüket tovább nehezíteni. Ígérhetett tett az EON, hogy egy-egy szakasznak a feltárása a vezeték csere, az gyakorlatilag 3 hétnél nem lesz hosszabb. Tehát elvileg a kezdési időpont az ugye a tegnapi terület átadástól számít, és egészen 11. hó 3-áig fog tartani a 3. szakaszsal, ami viszont már az Apáczai út kereszteződésénél érne véget. Egyébként maga a feladat az azért volt tervezett volt, és azért volt szükségszerű, hiszen itt ez a város, ez egy olyan 50-55 éves vezeték szakaszokkal, gázvezeték szakaszokkal van megtáplálva, amik vasból készültek, és ezek annyira elkorodálódtak, hogy kénytelenek új korszerű műanyag vezetékeket kicserélni, és ezeket a külső vívő vezetékeket, amik egyébként 200-as átmérőjű vezetékek, tehát igen nagy teljesítményes kapacitású csövek, ezeket váltják ki korszerű új technológiás, és az ismételten jó hosszú ideig el fogja tudni látni az egész város részt. Cserny Béla kiemelte, a felbontott útszakaszok helyreállítása után várhatóan az eredetinél jobb körülményeket tudnak majd biztosítani. Reményeik szerint sok helyen az aszfaltozott burkolatot térkőre cserélik, ami a jövőben a hasonló javítási munkálatoknál könnyebbséget jelenthet majd.